Hát mindkide jöttünk 3 pontért. Óvatosan játszottunk első fél időben, azért mert olyan pálya volt, meg mindent, meg a ellenfél olyan volt, hogy veszélyes a kontrából, és akkor mink akartunk azt játszani. Teljesen sikerült az az egész, hogy vártunk ezt a második fél időt, akkor terveztünk két cserével megváltozni az egész, meg a rendszert is. Sikerült egy gólt rúgni, és akkor utolsó 10 perc történnek dolgok, amit én nem tudom megmagyarázni. És egy kicsit kezdem gondolkozni, mi történt, azért komoly csapat 10 perc alatt, 8 perc alatt kapni 3 gólt, az nem létezik. És amivel edző vagyok, ilyen meg nem volt. Viszont elég érdekes. Az egész. Hozzáteszem, hogy Paks teljes mértékben jobb csapat volt máma, jobb fotbalistával származik. Lefotbalozták bennünket, és megérdemeltek ezt a győzelmet. Gratulálok neki tiszta szívvel.